A Táncvilágnapja alkalmából a Petőfi Sándor Művelődési Központ különleges programmal készül, amely április 26-án 17 órai kezdettel Táncest with the Stars néven kerül megrendezésre, amelyen a Szivárvány Néptánc Együttes is színpadra lép. Mi is tánc együttes vagyunk, úgy gondolom ez minden tánccal foglalkozó együttesnek, csoportnak, egyesületnek illdomos csatlakozni egy ilyen eseményhez, hiszen ugye 80-as évek óta rendezik meg, ugye, hogy tartják nyilván a Táncvilágnapját, ugye április 29-i dátumhoz kapcsolódóan, és ugye évek óta itt Kiskörösön is, ha jól tudom, megrendezésre kerül ez a rendezvény. Úgy gondolom, hogy nekünk, mint a város hagyományőrző csoportjának kutya kötelességünk egy ilyen megmozduláson részt venni. Az eseményen több táncstílust űző együttes és csoport is színpadra fog lépni. Az idei évben a Szivárvány Néptánc Együttes egy rég nem látott koreográfiát fog bemutatni a közönség számára. Most idén az isaszegi táncokat fogjuk előadni. Egyrészt, mert régen is csináltuk, már újra most szeretnénk előszedni, leporolgatni egy kicsikét. Kiskörösön is régen táncoltuk, ugye a körösi koreográfia ment nagyon-nagyon sokat. Az is repertoáron van még, de most úgy döntöttük, hogy idén akkor az isaszegit erre az alkalomra elővesszük. Kővágó Zsolt, az együttes művészeti vezetője elmondta, hogy a táncnak korosztályosan mindig is megvolt, és meg is lesz a jótékony hatása, nem csupán a testre, hanem a lélekre is. Mindannyian tudjuk, hogy azért a testünk kondicionálása, ugye főleg felnőtt korban azért nem elhanyagolható, de ugyanúgy fiatalon sem. Amellett ugye a mi műfajunk is azért kifejezetten olyan, hogy nagyon sok mindenre kell odafigyelni, táncolni kell, énekelni kell, ott van a párunk mellettünk, őre is figyelni kell, irányítani, vagy éppen követni. Nagyon jót tesz a szellemnek is. Tehát már csak az, hogy a dalszövegeket kell megjegyezni, ráadásul idegen nyelven, ugye itt már nem nagyon beszélünk szlovákul, anyanyelvi szinten. Ezek a memóriánkat is főleg idősebb korban, de fiatal korban ugyanúgy edzik, és hát nem véletlen ajánlják mindenhol időseknek is a mozgást, bármilyen formában. A táncesten a Szivárvány Néptánc együttes táncosai mellett több helyi táncsoport is bemutatkozik, mint például a Spirit TSE gyermektáncsoport, a Kiskörös Néptánc együttes Szólamami Csicsergők és Töpörtjük csoportjai, a G-Flow tánciskola táncosai, az Orchidea és a Sarki Fény Mazsoret csoportok, Prejcer Szilvia hastáncos, valamint a Senior Örömtáncsoport műsorát is láthatja majd a közönség. A helyi és a környékbeli táncsoportok előadásai mellett sztárfellép ők is emelik az est színvonalát, hiszen Lisák Laura és Hegyes Bertalan nemzetközileg elismert táncosok is városunkban látogatnak a táncest alkalmával. Az eseményen való részvétel jegyhez kötött, amelyet a Kiskörösi Turinform irodában lehet megvásárolni.